Már 10. alkalommal szervezték meg Magyarország legnagyobb és egyre népszerűbb hulladékgyűjtő programját, a Teszed akciót. Ehhez Hajdúszoboszló is csatlakozott, a cél az, hogy felvegyék a harcot az illegálisan lerakott szeméthegyek ellen. Az idei akcióban több helyi civil szervezet és intézmény is részt vett, köztük a polgármesteri hivatal adócsoportja, a mezőőrség és a közterület felügyelet munkatársai is. Ezekbe a fehér zsákokba gyűjtötték össze azokat a szemeteket, amelyeket felelőtlen emberek illegálisan helyeztek el Hajdúszoboszló külterületén, azonban a város zéró toleranciát hirdetett az illegális szemetelőknek. A legjobb azt lenne tudni, hogy ezeket ki és mikor helyezte ide, és milyen célból. Rajta vagyunk azon, hogy kiderüljön az, hogy ki helyezte el ide. Azt gondolom, hogy ebben Hajdúszoboszlón egy széles kör összefogás valósult meg, tehát több szervezet, hivatalos szerv és civil szervezet, magánszemély is rengeteget segít abban, hogy kiderüljenek, hogy kik helyezik el ide ezeket, kik azok a felelőtlen polgártársaink, akik azt gondolják, hogy ez egy jó spórolási lehetőség a természetbe kihordani mindenféle szemeteket. A leggyakrabban papírhulladékot, fémhulladékot, veszélyes hulladékot, autóalkatrészeket vagy mellékterméket is illegálisan elhelyeznek a város külterületén, azonban most ezekből minden volt a Bajcsi Zsilinszky utca végén is. Amit látszik, hogy a mezőfiúk, amit összeszedtek, ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, tehát ezt most el se tudjuk szállítani a városgazdába, a zsákokba se tudjuk helyezni, hogy a veszélyes hulladékoknak teljesen más elhelyezési feltételük van. Ezek elsősorban ilyen autóbontóból származó melléktermékek, lökhárítók és különböző ablaküvegek, karburátor darabok vannak itt. Ezek ugye, mint említettem, veszélyes hulladéknak minősülnek. Itt ezen a részen pedig háztartási vegyes hulladék került elhelyezésre. Itt egyébként tárgyi bizonyítékok is kerültek elő, nem most, hanem még korábban, amikor a mezőrség és a rendőrség itt szemlét tartott. Ez alapján a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság eljárást is indított. Az összefogásnak és a helyszíneken hagyott bizonyítékoknak köszönhetően az elmúlt egy évben sikerült beazonosítani néhány elkövetőt, akik vélhetően hajdúszoboszlói lakosok. Itt a rendőrkapitányság, ugye a hulladékhatóság az a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal, tehát a rendőrkapitányság feléjük, a hulladékhatóság felé megtette a szükséges intézkedéseket. Bízunk benne, hogy itt az elkövetők kézre kerülnek majd, és a maximális büntetést fogják kapni. Hogy egy pici kritikával érek, sajnálatosan ezek az összeg is elég alacsonyak. Korábban a önkormányzat által kihelyezett vadkameráknak köszönhetően is volt több olyan eset, ahol sikerült az elkövetőket beazonosítani. Az egyik legnagyobb port kiváltó az a Böszörményi útnál, az erdősávnál. Rengeteg háztartás és elektronikai hulladék ennek a többszöröse került elhelyezésre. A vadkamerák alapján az elkövetők kézre kerültek, elismerték a bűncselekményt. Ez egy évvel ezelőtt volt, néhány tízezer forintos bírságot kaptak mindössze, és a hulladék nagy része még mindig ott van. Dr. Kovács Gergely szerint először az emberek fejében kellene rendet tenni. Hogy mindez megvalósuljon, közös összefogásra van szükség. Lehet itt hivatkozni arra, hogy pénzbe kerül letenni a hulladékot, meg hogy messze van, de úgy gondolom, hogy semmi nem okozhat, nem jelentett kifogást erre a barbár cselekedetre, amit egyébként a jövő generációját is veszélyeztetjük. Megsárgult régi családi kép, régi újságok, mindenféle borítékok és hivatalos iratok hevernek szétszórtan itt az erdő szélén. Ezeket bármelyik szelektív tárolóban elhelyezhetik a lakosok, de mégis vannak, akik a szemetelést választják. Azokat háztól is elszállítja jelenleg a Városgazdálkodási ZRT, illetve ingyenesen elhelyezhetők a önkormányzat által üzemeltetett hulladékudvarban is. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag még többletköltséget vállaltak majdnem azzal, hogy ide kihozták, mint hogyha kitették volna a megfelelő kukába a megfelelő ház elé. Tehát ezzel is azt mondom, hogy ezzel is megdől az a feltételezés, hogy azért vettem ennek az emberek erre, mert drága hulladék elhelyezése. Tehát gyakorlatilag ingyen elhelyezhető hulladékot is ide kihozzák, akkor úgy gondolom, hogy mégiscsak a fejekben van a baj. Hajdúszoboszlón házhoz menő hulladékgyűjtés van, sőt, városunk önkormányzata idén tavasztól még a gallyak és a zöld hulladékok ingyenes elszállítását is vállalja. Úgy gondolom, hogy a részünkről megvan a környezettudatosság, és az emberek nagy része ezt egyébként értékel is, és szerintem elítéli azt, ami itt zajlik. Viszont amíg mind hajdúszoboszlói környéki emberek ilyen barbár tettekre vetemednek, addig az a baj, hogy mindig lesz dolga, és mindig lesz értelme a Teszed mozgalmat is megszervezni.
Hiába biztosít az önkormányzat számtalan lehetőséget a hulladékok elhelyezésére, sokan mégis kockáztatják a bírságot, hiszen nem tartja őket vissza a lebukás veszélyesen. Most már egyre többször van hulladékkommandó, polgárőrség, mezőőrség, járőrözik, tárgyi bizonyítékokra is bukkanunk a kupacokba, illetve több helyen a vadkamerák segítettek, ugye már említettem a tettesek kézrekerítésében, úgy tűnik, hogy ez így együtt sem elég visszatartó erő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel az emberekkel nagyon mit kezdeni már nem lehet, addig, amíg ezeken nem tudunk változtatni, viszont a jövő generációjának talán kellő szemléletformálással el tudjuk érni, és én hiszek benne, hogy ezen jó úton haladunk, hogy a szemetelés egyáltalán nem trendi, és ahogy a repülőtéren is ki van írva, légy jó fej és ne szemetelj.